Egykori és mai legendás pécsi labdarúgók és edzők töltötték meg az idősebb Dárdai Pál labdarúgó utánpótlás edzőközpont csarnokát. Az emléknapot a pécsi dózsa Newcastle United felett aratott győzelmének és kupa továbbjutásának évfordulójára tűzték ki. A pécsi labdarúgás napja idén egyben az akadémia ünnepélyes átadója is volt. Engem egy különösebb viszony fűz hozzá, hogy egy ilyen másodapai szerepet is betöltött az életemben, amikor elvesztettem az édesapámat, az csak a pikantériája, úgyhogy én büszke vagyok, és azt gondolom, hogy méltó ember nevét képviseli. Itt majd az utókornak lesz a feladata az, hogy ezt a nevet méltóan képviseljük. Az akadémiát Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár adta át a labdarúgóknak. Én azt gondolom, hogy az utánpótlásban is kiemelt jelentősége van annak, hogy a gyerekek kultúrát körülmények között tudjanak napi szinten edzéseken részt venni, és ezzel is azt gondolom, hogy azt segítjük elő, hogy a gyerekek minél inkább hülyek legyenek a sporthoz, és hülyek legyenek ahhoz, hogy folyamatos testedzésben részesülhessenek. Az eseményen adták át az idei életműdíjat is, amit ifjabb Dárdai Pál válogatott labdarúgó edző, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya vehetett át. Én itt nőttem föl, hogy itt lett volna egyszer egy nagy stadion, meg pénz, hogy ezt be kell vallani, lehet, hogy kise teszem a lámat a Pécs táblától. Biztos, hogy akkor kicsit butább maradtam volna, mert az ember, ahogy járja a világot, nyílik az agya, nagyon sok mindent tapasztal, nem panaszkodom, tehát az életem, a sorsom, ahogy alakult. Én szeretek ide hazajönni, ez most jó, ugye a Kulcsáráti révén én már voltam többször ebben a létesítményben, az elején is megnéztem, amikor kezdték építeni, de most, hogy ez a csarnok így kiértett, így majdnem teljes, egy-két pályát, amik hozzá tudnak dobni, akkor meg vagyunk. Az ünnepségen beszédet mondott Hoppál Péter országgyűlési képviselő, kultúráért felelős államtitkár is, aki sokat tett az akadémia létrejötte érdekében. Amikor egy ikonra figyelünk, mint a tényleg a dárdaiak, Palcsi és az édesapja, Pali bácsi, olyan sokat adtak a pécsiség öntudatának, meg a büszkeség érzésének, hogy igen, rájuk figyelve, rájuk tekintve, valóban a kormánynak nagy köszönetet tartozunk, hogy ez az utánpótlásképző akadémia, ez a központ megépülhetett. Azért fontos, mert az jövőt szolgálja. A hivatalos átadó után a gyerekeké volt a pálya. A PMFC U9-es fiú és lány labdarúgói tartottak bemutatót.